Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép. Isten népe, ébresztő! Isten népe, ébresztő! Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a programunkban, amiben Kriszpásztornak a realitás rapszódiáját fogjuk tanulmányozni. Mi már egy hete ö, bődben vagyunk. Búzítunk titeket, és ti is csatlakozzatok az év elején a három hetes ima és bőjt programunkhoz, amivel az a célunk, hogy szellemileg megalapozzuk az egész esztendőt, és hamarosan néhány óra múlva, tíz órától kezdődik az Isten tiszteletünk, amire várunk titeket szeretettel a Miskolcon, a Nagyváti János utca 6 szám alatt személyesen, illetve a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon is közvetítjük az adásunkat, ott is meg tudjátok tekinteni akár utólag is, és addig is fel fogjuk most dolgozni, és el fogjuk olvasni ezt a rapszódiát. A mai üzenet címe, hogy soha ne es kétségbe. Köszönjük, Uram, neked ezt a beszédet. Köszönjük, hogy elhívtál minket szentségben és igazságban. És imádkozom minden egyes testvéremért, atyám, magamért is, hogy megerősítsen minket az imában és a bőrben, hogy kitartsunk, hogy a szellemi dolgokra fókuszáljunk, hogy, 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 hogy megalapozzuk, és hogy, hogy, hogy e, 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 szellemileg megalapozzuk, e, és, és szellemi muníciót gyűjtsünk erre az évre is, e, amit, amit atyám, a te királyságodnak az építésére tudunk fordítani, hogy bepozícionáljuk magunkat a te tökéletes akaratodra. A Jézus hatalmas nevében te meg az én testvéreimet és testvérnőimet. Ámen. A Márk 4.39-et fogjuk elolvasni, tehát a mai üzenet címe soha ne es Az ige azt mondja, Márk 4.39, és felkelvén megdorgálta a szelet Jézus, és mondta a tengernek, Hallgas, némúj el, és elállt a szél, és lőn nagy csendesség. Ezek az igeversek megmutatják, hogyan kell reagálnunk a kihívásokkal szemben. Az Úr mindig azt mondja nekünk, hogy ne féljünk. Soha ne es kétségbe, és soha ne légy összezavarodva. A hit teremtményei vagyunk, nem a félelemé. A Márk negyedik fejezetében Jézus a tanítványaival együtt egy hajóban ült, egy vihar közepette. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt, mondja a Márk 4.37. A félelemtől megrémülve a tanítványos segítségét kiáltottak a mesterhez, aki csendben aludt a hajó végében. Ő nem olyan volt, akit a körülmények zavartak volna. Amikor felébredt, nem azt mondta. Ez a vihar elég dühöngő és komoly fenyegetés az életünkre nézve. Beszélnem kell az atyával? Nem. A fantasztikus és inspiráló válasza a viharhoz így szólt. Hallgass, némulj el! Halleluja! Egyes keresztjének hasonló helyzetben találják magukat, és félelemmel válaszolnak. Pánikból kezdenek el nyelveken szólni. Nem. Szólj nyelveken, de sohasem félelemből. Ha kétségbeesésből imádkozol, az semlegesíti a hitedet, és ez így nem hatékony. Nem téves rögtön nyelveken imádkozni, amikor bizonyos helyzetekbe kerülsz, de tudnod kell, miért teszed ezt ilyenkor. Azért kell fergerjesztened a szellemedet, hogy a megfelelő szavakat szólhassd az adott helyzetre vonatkozóan. Miközben nyelveken szólsz, a Szent Szellem szintén különleges kifejezéseket ad, amelyek kódolt szavak az adott körülményekre nézve. Halleluja! Tagad meg a félelmet, és emlék az arra, hogy kicsoda vagy. Ezután szólj úgy, mint Isten igazsága Jézus Krisztusban. Halleluja! Azt mondja a Biblia, hogy legyen meg a te hited szerint. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, egy másik nagyon fontos dolog, amit Krisz mond, mondott egy másik tanításában, hogy a, az élet olyan, mint egy színpadi darab. És a te életedben te vagy a főszereplő, és veled kapcsolatba lépnek különböző emberek. És, és ezeket, vannak akik jól bánnak veled, és vannak, akik rosszul. De neked. Tehát tudatos is magadban azt is, hogyha valami rossz történik veled, akár bánt valaki, akár egy olyan körülmény történik, mint itt, hogy egy vihar jön, akár pénzügyi vihar, akár egészségi vihar, anyagi vihar, házassági vihar, bármilyen munkahelyi vihar, szolgálati vihar, bármilyen vihar jön az életedben, ami fenyegető nézve. Tudd azt, hogy Isten nem hagy téged egyedül, és minden helyzetben van egy megoldás. Azt mondja az ige, hogy Isten nem hagy fölöttibb kísérteni, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja. Tehát bármilyen szituációba hely kerülsz, tudnod kell azt, hogy mindig lesz egy kiút. Sosem, ha, tehát bármit, ha megenged Isten az életedben, azt tudnod kell, hogy ő a megoldást is elkészítette. Például itt megengedte Isten a vihart. Miért? Azért, mert tudta, hogy ha Jézus felkel és szól a viharnak, elnémul, és ebből a tanítványok is kaptak kijelentést, és mi, akik elolvassuk, kapunk. Természetesen megtehette volna Isten, hogy a vihar oda sem megy. De valamiért megengedte. Ugyanígy Jézus Krisztus megengedte, hogy Lázár meghaljon, sőt, négy napig, három vagy négy napig halott legyen, és a teste már oszlásnak induljon. Miért? Azért, hogy Isten megmutassa a hatalmát Jézus Krisztus, mikor oda megy, és szólja, hogy Lázár, jöjj ki! Egy szót szólt, és a három-négy napos hulla életre kelt, és kijött. Megtehette volna azt is, hogy Lázár, de elküldi, mikor még csak egyet köhögött. <laughs> és akkor hogy rögtön megy Jézus meggyógyítani, mielőtt halálos beteg lesz. Mikor már az ágynak dőlt, már mehetett volna Jézus Krisztus meggyógyítani őt, de nem. Szóltak neki, de nem, Jézus várt, beteg volt Lázár, várt, és Lázár meghalt. És még várt három napot, és utána ment. Tehát viszont visszahozta az életbe. Tehát azt kell tudnod, hogy bármilyen körülményen mész keresztül, Isten vezetésében át fogsz ezeken jutni. Legyőzhetetlen vagy ha Isten akaratában jársz. És, és ezért nagyon-nagyon fontos tudnod, tehát amiről beszél, amiről beszél Kriszpásztor, hogy a rendelkezésedre áll a megoldás. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ne a félelmed alapján cselekedj és ne engedd be a félelmet. Egy nagyon érdekes dolgot mondott a koronavírus kapcsán, Kriszpásztor, mikor 2020. márciusában megjöttek a lezárások, Felfüggesztették az állampolgári jogokat, az embereket karanténokba terelték, kellett bevetették a rendőri erőt világszerte. Megbetegedésekről hallottunk, arról hallottunk, hogy a kórházak folyosóin fekszenek, az emberek arannyira betegek. És tudjátok, tudjátok az nagyon fontos dolog, hogy azt mondta Kriszpásztor, azért nem szólt az úr előre, hogy ez jönni fog, mert hisz abban, hogy az egyház, Krisztusnak a teste, kezelni tudja a helyzetet. Vannak dolgok, amiket elendre kijelöl az Úr, ki megmond neked, hogy mi fog történni, hogy elhárítsd. Előre szól egy veszélye kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy el akar pusztítani az ellenség, hogy már eltűntesd, mielőtt elérne. És valamit pedig elért téged, és akkor adja a megoldást. De legyél készre, bármilyen helyzetben vagy, és bármilyen nehéz a helyzeted, soha ne add fel. És azt szoktam mondani, Tamás a más pásztor, ha pedig mi történik legfeljebb, ha meghalunk, megyünk az Úrhoz. Bármi történik velünk, ha, 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 mégis elveszi, ha, ha, mégis, fizikai értelme véve meghalunk, akkor megyünk az Úrhoz. Nem lehet, és ha ezt megérted, akkor nem lehet téged megfélemlíteni. Akármi mész keresztül, bízol, hogy az Isten kiszabadít. Emlékezz meg Sidrákról, Misákról és úrról. Azt hiszem, a Dániel 2 vagy 3-ban van megírva a története, hogy, hogy ugye, ugye megnézem nektek, hogy meg tudjátok keresni. Dániel próféta a könyvében van megírva. Lehet, hogy a 4-esben. Dániel, nem, a Dániel profita könyve harmadik fejezetében van, megélve a Sidrák, Misák és Abednégo története, és azt mondják, meg volt parancsolva nekik, hogy imádják a bálványt, amit a király épített. És Sidrák, Misák és Abednégo megtagadták ezt, és az urat imádták. Ezért a király elé vitték őket, és azt mondta a király, bevetlek titeket az égő kemencébe, ha nem imádjátok a bálványt. És, és, és figyeljetek, azt mondta, azt mondta azt mondták a sidrákmiság Misák és a Bennégo. Íme, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kevencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtod, rá, ó király, hogy mi a te Istened ígynek nem szolgálunk, és az aranyálló képet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Tehát mi történik? Akármibe vagy benne, az úr megszabadít. De ha nem tenné, és legfeljebb, mész a mennybe. Ennyi történik. Halleluja. Úgyhogy, hát, ezzel vigasztalak titeket. És tudjátok, Sidrágot, Misákot és Abednégot bevetették a tüzes kemencébe, de nem haltak meg. Hanem a tűzben, tudjátok, mi égett le róluk egyedül? A kötelek. Megkötözték Sidrákot, Misákot és a Bednégot, és a tűzben csak a kötél égett le róluk. Sem a ruhájuk nem pörködött meg, sem füsszöguk nem volt, sem ők maguk nem haltak meg. Ez Istennek a hatalma és a kijelentés, hogy a tűzben, ami számodra halálosnak tűnik, valójában nem halsz meg. Viszont a rajtad lévő kötelékek, a testi kísértések, a testi kívánságok, a, a, a függőségek, a démonok, a, a meg nem bocsájtás, a rossz gondolatok, a, 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 a hol cselekedetek, a rossz szokások, rossz kapcsolatok, bármi. leégnek rólad a tűzben. Miközben azt hiszed, hogy te halsz meg, de nem. Amen. Na most pedig, kedves testvérem együtt elmondjuk a megvallást. Mondjátok kérlek utánam. Hit által élek Isten igényében. Az elmémet Jézus Krisztusra és Isten királyságának a valóságaira összpontosítom. Bármi történjék is, megtagadom a félelmet, mert Istentől születtem, és legyőztem a világot. Nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Halleluja! Halleluja, drága testvérem, nagyon örülök, hogy velem tartottatok, és ne felejtsétek el, holnap ugyanekkor, ugyanígy találkozunk illetve ma 10 órától még egyszer mondom Miskolcon, a Nagyváti János utca 6 szám alatt várunk titeket az Isten tiszteletünkre, illetve Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon is követhettek minket. Legyen egy áldott napotok, egy áldott jövő hetetek. Az úr áldjon meg titeket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!